Ebben a dombóvári gazdasági társaságban csak olyan munkaerő dolgozik évek óta, akik itt töltötték szakmai gyakorlatukat. Jelenleg is 10-nél több különböző korosztályú fiatal tanulja az asztalosság fogásait. Gyugyi Tamás cégvezető azt mondja, az a tapasztalata, hogy mindig van utánpótlás a szakmában, és van kellő fiatal, aki úgy dönt, elsősorban a szakma megszerzése a legfontosabb. Azt látom, hogy ha nem is azonnal, de a tavalyi végzett tanulókról tudok egyébként most a legfrissebb információkat, mindnyájuk elhelyezkedett már a munka a szakmájába, itt a kollégáknál, vagy a környéken, vagy külföldön, ami ugye sajnos nem ritka most már. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumban résztvevők Dombováron tartottak pályaorientációs napot. Varga Stadler Gábor, a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. Vezetője azt mondja, nagyon fontos, hogy megfelelő ismereteket kapjanak a gyerekek a szakképzésről, különösen a kormányzat frissen meghozott a képzés egész rendszerét érintő döntéseit követően. A mai fórumnak is az a jelentőség, hogy általánosságban szeretnénk visszaadni a partnereinkkel együtt, a konzorció partnereinkkel együtt a kormány elhatározásának megfelelően is a szakmák becsületét, megbecsülését, és egy olyan életpályát biztosítani a fiataloknak ezeken a szakmákon keresztül, amelyet örömmel végeznek, kiteljesülnek, és hát gyakorlatilag az életük végéig biztosít számukra megfelelő megélhetést és perspektívát. Dömötör Csaba, a konzorciumban résztvevő Szekszárdi Szakképzési Centrum kancellária azt mondja, különösen a felnőtt képzések területén rugalmasan tudnak a térségi gazdasági igényekhez igazodni. Összességében egy sokkal rövidebb idő alatt egy sokkal rugalmasabb rendszerben tudunk az igényekhez igazodni. A Szakképzési Centrum tagintézményei felnőtt képzési tevékenységet is végeznek, ezt nyilván piaci alapon tudjuk végezni, és van egy felnőtt oktatási részünk is, ami a második szakképesítés ingyenessége révén iskolai rendszerű, de ott is tudunk olyan rugalmas iskolaszervezési utakat kínálni, ami nem két éves vagy három éves képzési ciklusokat hoz magával, hanem egy ennél sokkal rövidebb idejű képzést. A szakemberek véleménye szerint a 7.-8. osztályosok körében egyre többen választják a szakmaszerző képzéseket is biztosító középiskolákat. Így várhatóan a jövőben is lesz kellő tanulója a képzőhelyeknek.